Szombaton reggel már 7. alkalommal indulnak útnak a zempléni vadászlovaglás résztvevői a festői szépségű tájon. Livják Emilia, a szervező Zempléni Lovas Egyesület elnöke sajtótájékoztatón bejelentette, idén közel 30 aktív résztvevővel számolnak. A célom még mindig ugyanaz, a népszerűsítés és a hagyományteremtés. A 2010-es évben annyiban bővül a vadászlovaglásunk, miután minden éven szeretnénk valami apropót adni ennek az eseménynek, illetve az egyesületünk egyik kiemelt programjának. Az idén gróf Széchenyi István emlékét szeretnénk idézni ezen a napon, ugyanis 150 éve halt meg a sokak által úgy, és hát mindenki által úgy emlegetett, hogy a legnagyobb magyar. Ő egyik angliai utazása során határozta el, hogy Magyarországon is meghonosítja ezt a gyönyörű lovas programot. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk rá emlékezni ezen a napon. Ennek megfelelően az egésznapos program, majd este a vadászbál is ennek jegyében telik el. Livják Emilia hozzátette, nem csak az egyesület, hanem az ország más tájairól érkező lovasok alkotják a vadászlovaglás csapatát. A reggeli indulást követően bejárják majd a zempléni táj ezen legszebb részeit, majd a hagyományoknak megfelelően korra délután a vágtárra is várják az érdeklődőket. Napközben pedig például Hercegúton is csatlakozhatnak a vadászlovaglás részeit. Résztvevőihez az itt élők. Mindez továbbra is gróf Széchenyi István szellemében. A délelőtt folyamán és az este folyamán is kulturális műsorokkal, az imájával, gondolataival szeretnénk fölidézni a tetteit, eseményeit és a lovakhoz köthető munkáit. A nap folyamán hasonlóan fog minden zajlani, mint ahogy eddig már 6 alkalommal. Mindenkit nagy szeretettel várnánk, ahol meg tudnak minket nézni a kedves sárospataki sátorjövő zempléni polgárok. Este a vadászbál zárja a hagyományos programot. A civil szervezet elnöke szerint idén is egy rangos eseményházigazdái lesznek.